estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. 2 milliárdos fejlesztés indul a nyírbátori Báthory István Múzeumban. Korszerűsítik az épületet, de növelik a vendégélményt is. Erről is szó esik a mai műsorban, nézzük a kínálatot. Korszerűsítették a kollégiumot, 300 milliós fejlesztés a Máté-Szalkai Technikumban. Fásítás, nagyszabású akcióba kezdtek Újfehértón. 2 milliárdos fejlesztés, korszerű kiállítóteleket is kialakítanak a Nyírbátori Múzeumban. Megújult a Máté-Szalkai Gépipari Technikum kollégiuma. Felújították a szobákat, a vizes helyiségeket és sok minden mást is. Miért volt szükség a korszerűsítésre? Vendégem Rostás János, a Máté-Szalkai Szakképzési Centrum kancellárja. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, üdvözlöm a nézőket! Először beszéljünk a felújításról a Gépipari Technikum esetében. Pontosan mit újítottak fel és miért, mi volt az indoka ennek? Egy több mint 60 éves ingatlanról beszélünk, amely magán hordozta a szociál összes jegyét, akár külső, akár belső megjelenésében, és amikor 2015-ben létrehozták a szakképzési centrumokat, szinte az első és legfontosabb elvárás az volt, hogy megújulás. Ne csak szakmai téren, hanem az épített környezetben is. És úgy gondoltuk, hogy a környezet nevel, és ez a pedagógia alapján úgy gondolom, hogy rá kell nyomni a bélyegét minden olyan fejlesztésünkre, amely a szakképzés területén az elmúlt években történt. 2016-ban kezdtük egy külső energetikai felújítással, napelemes rendszerrel, aztán ahogy az állami támogatások, az EU-s pályázatok, illetve a saját forrásunk megengedte, évről évre mindig újítottunk, szépítettünk valamit ezen az ingatlanon, és így jutottunk el 2022-höz, amikor mondhatni azt is, hogy a pincétől a padlásig, de minden megújult, és egy olyan környezetben fogadhatjuk a tanulóinkat, a kollégistáinkat, amely valóban 21. századi. Kollégiumi szobákat kellett felújítani, aztán 49 darabot, és minden mást is, most már akkor csilli-villi minden. Sőt, talán a sportra is gondoltak, hiszen lehet sportolni is a kollégiumban. Igen, valóban egy tornaszobát is kialakítottunk, mellette még egy kondi helyiséget, de amely igazából legbüszkébbek vagyunk, az a zeneszoba. Ugyanis ez szerintem párját ritkítja a szakképzés területén, de a kollégiumokban is. Egy olyan hangszigetelt, nagyon komoly technikával felszerelt zeneszobát adtunk át, ez közel 30 millióba került, ahol már 2 diák zenekarunk is gyakorolhat, az iskolai rendezvényeken ők szinte állandó fellépők, és már nem tudom, hogy a városi rendőrkapitány mennyire fog örülni a reklámnak, de az ő munkatársaiból is alakult egy zenekar, ő is aktív résztvevője ennek a bandának, és ők is heti rendszerességgel járnak hozzánk zenélni. Bármi furcsa, tehát akkor egy gépipari technikum kollégiumában a zeneszoba az egyik csúcsdísz. Igen, azt gondolom, mert az egyik és legfontosabb szempont az a közösségi tér kialakítása volt. Tehát, hogy ne csak úgy legyünk közösség, hogy a maguk a kollégista gyerekek, vagy az ottani nevelők, hanem a város érdeklődő, vagy egyáltalán ránk kíváncsi része is kapjon lehetőséget, és ezért lett kialakítva például egy Maker Space Labor, hívjuk egyszerűen csak szakmabemutató teremnek, ahol környező általános iskolák, illetve a Máté-Szalkai iskolák is jöhetnek, szakmát vagy szakma iránt érdeklődő gyerekeknek be tudjuk mutatni, hogy hogyan dolgozik egy fémipar, hogyan dolgozik egy faipar. Ezek mind-mind kis miniatűr gépeken, eszközökön. A nyomtatókról már ne is beszéljek, szóval szerintem annyi élményt tudunk kínálni ebben a kollégiumban, ami igazából most már nem is kollégium, ahogy mondtam, egy közösségi tér. Hogyha kollégiumot kellett felújítani, akkor azt feltételezem, hogy nagy az érdeklődés a gépipari képzés iránt, és nem csak Máté-Szalkáról és a környékről, ahonnan ugye bejárósok lehetnek a diákok, hanem távolabbról is, sőt talán határon túlról is. Mit lehet erről tudni? Hát ha ketté válaszok a történetet, beszéljünk először a saját, a hazai tanulóinkról. Azt nagyon büszkén mondom, hogy egy közel 80-as induló létszámról ma már közel 120-as a kollégiumi, úgymond telítettségünk, ami azért az országos számokat nézve valóban kiemelkedő, mert nem az a jellemző, hogy a gyerekek szívesen mennek kollégiumba, ezt őszintén meg kell vallani. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz szerintem ilyen környezetet kell kialakítani. De valóban van a centrumunknak egy nagyon sajátos, szerintem országosan egyedülálló projektje is, ez pedig a határon túli a kárpátaljai tanulóknak a képzése. Kárpátalján érettségizett fiatalokat vontunk be magyarországi szakmai képzésbe. 3 évvel ezelőtt
8 szakmában indultunk el, ma már 12-nél tartunk, és az októberi létszámunk az 308 főre volt tehető. Sajnos a háború, mint minden mást, ezt a rendszert is mondjuk úgy, hogy egy kicsit megrogyantotta, de nem adjuk fel. Jelenleg 240 körüli tanuló létszámmal, hát elnézést a jelzőjét, de sokan menekülteknek mondják, én ezt ezerrel tagadnám. Ők a mi tanulóink, ők nem menekültek, bár a helyzet sajnos arra késztette őket, hogy elhagyják az otthonaikat, de mi a háború kitörés óta gondoskodunk róluk, a kollégiumi férőhelyeink százasra ki vannak maxolva, telítettek vagyunk, az étkezésről, ellátásról és természetesen az oktatásról sem feledkezünk meg, tehát ők most 100%-ban a mi tanulóink. A rendszer eredetileg úgy működött, hogy egy hétig odahaza a Kárpátalján, és egy hétig nálunk tanultak. Ez egy 2 éves képzés, amely után magyarországi végzettséget kapnak, odahaza Ukrajnában pedig egy tanúsítványt. Én azt gondolom, hogy ha csak egy gyereknek tudunk segíteni, akkor másokat tettünk, de itt azért több mint 300-ról beszélünk, és reméljük, hogy a háborús időszak elmúltával be tudjuk fejezni a munkánkat, mindenkit végzettséghez tudunk juttatni, és hát hogyha egy kicsit 3 pontot teszek, azért a terveink még tovább is nyúlnának. Erdélyben is elkezdtük a puhatolózó, illetve az előkészítő munkát, hogy az ottani szórványban, illetve több magyarságban élő magyaroknak is tudjunk szakmai képzést biztosítani. Ezek a fiatalok, kárpátaljai fiatalok egyébként, gondolom akkor, ha érettségére épül a képzés, akkor 18 fölöttiek, tehát 6 kötelesek lennének, és akkor most ilyen tekintetben menedéket is ad nekik a kollégium. Ez valóban így van, hát nem jó hivatalosan arról beszélni, hogy milyen macskabejárókat keresünk az ő védelmükre, de azt is őszintén el kell mondani, hogy amikor az egész képzés elindult, ez is egy szempont volt a fiataljaink Magyarországra hívásában, mert úgy látom, az a mindenkori ukrán állam, lett legyen bárki is ott az elnök, az még mindig nem ölelte a keblére a magyar kisebbséget, tehát inkább a retorziókat szenvedik el, és ha mi úgy tudunk segíteni, hogy ezzel még egy európailag elfogadott szakmát is tudunk a kezükbe adni, akkor azt gondolom, hogy megtettük a magunkét. De a terv az lenne, hogyha véget ér a háború, hogy ők visszamenjenek, és saját otthonaikban tudják majd művelni ezeket a szakmákat. Természetesen van egy olyan programelem is ebben a képzési rendszerben, hogyha hazaérnek, ha hazatérnek a saját közegükbe, akkor ők már, mint fiatal felnőttek, egy olyan nem csak tudást, hanem olyan pályázati lehetőségeket is felkutattunk számukra, amellyel magyarországi vállalkozásfejlesztésekbe tudnak bekapcsolódni, magyar forrásokhoz jutnak, és a saját vállalkozásukat, vagy egy már meglévő vállalkozásban részt tulajdonosként be tudnak csatlakozni. Tehát az elsődleges szándék az volt, hogy a szülőföldön tartani ezeket a fiatalokat, nem a nyugat-európai szolgáltatóiparnak képezni szakembereket, hanem Kárpátaljának. Sajnos a háborús viszonyok most egy kicsit ezt összeborzolták, de remélem rövid időn belül helyreáll a béke, és helyreáll a gondolkodás rendje is, és a fiataljaink azok továbbra is jönnek hozzánk tanulni, és hazatérnek a saját közösségüket fejleszteni, erősíteni. Kicsit bővítsük a beszélgetésünket, ugye nem csak egy tagintézménye van a Máté Szalkai Szakképzési Centrumnak, hanem 5. Melyek a legnépszerűbb képzések, milyen képzéseket nyújt a környékbeli vagy a távolabb élő fiataloknak a Máté Szalkai SC? Hát elég széles a repertoár, de azt gondolom, hogy minden szakképzési centrum elmondhatja, hogy a lányok körében a szépészet az, amely leginkább kedvező, tehát ami után igen nagy az érdeklődés. A fiúknál az autóipar, illetve az informatika. Sajnos el kell jutni arra a szintre, és ebben a köznevelésben dolgozók talán sokat tudnak nekünk segíteni, hogy ma már az informatika az nem csak játék a számítógéppel. És nagyon sok gyerekünk, tanulónk az első fél évben szembesül azzal, hogy bizony itt hálózatot kell építeni, itt bizony egyszerű programokkal is foglalkozni kell, tehát ez munka. Ez nem játék. De abban egészen biztos vagyok, hogy az a szakma kínálat, amit az 5 iskolánk, most hadd ne soroljam az összes ágazatot, amelyben mi képzünk, amelyet mi lehetőségként felkínálunk, az mindenkinek tud egyéni boldoguláshoz segítséget adni. Különösen abból a szempontból, hogy az előttünk álló időszak fejlesztései, azok minden iskolánkat fogják érinteni, illetve az elmúlt évek fejlesztése is, amik összesen több mint 3 milliárd forint lett fordítva az iskoláinkra, azok pedig már nem csak a szakmai tartalom megújulását, és nem csak a
az épített környezetet jelentik, mint megújulást, hanem egy kicsit a jövőbelátást, a szakma tervezést is. Ugyanis azzal tisztában kell lenni, hogy azok a szakmák, amelyeket mi képzünk, azok valószínűleg 10 év múlva már a feledés homályába merülnek. Tehát igazából nem is a szakmai képzés kell, majd egy idő után előtérbe helyezzük, hogy akkor ő asztalos, ő ácsi és esztergályos, hanem olyan széles spektrumú kompetenciákat kell, hogy megtanítsunk a gyerekeinkkel, hogyha kell, akkor tudjon heggeszteni, ha kell, akkor tudjon egy egyszerű műveletet egy esztergán elvégezni. Ez nem kis kihívás az oktatóink számára, és ezért fog majd ez az iskola rendszer, vagy iskolához kötődő rendszer is a jövőben egy kicsit szélesebb horizontot kapni. Az ágazati képzőközpontok azok már jelzik, hogy vállalkozásszerű tevékenységek is lesznek, illetve az a mindentől független vizsgaközpont, amely minden centrumban megalakult, az pedig annak lesz a bizonyítéka, vagy arra lesz majd biztosítéka számunkra, hogy egy független és valóban a tudást értékelő vizsgarendszer után kapják meg a jól megérdemelt végzettséget. Ez a fejlődés az is kell, hogy a cégek, partnerek, külső gazdasági egységek is kapcsolódjanak a képzéshez. Mennyire tudják őket bevonni, mennyire keresettek az MSZC-nek a képzései? Tehát hány nem külföldi, hanem külső piaci partnerük van? Az iskolánként változó százalékos arányokat tudok mondani, valahol 40%, van, ahol közelít a 80%-hoz. Ez mindig a szakmakínálattól, illetve a térség gazdasági szerkezetétől függ. Például Nagykállóban a Kállai szakképzőintézményünk kifejezetten jó, az országos átlagot jóval meghaladó mutatóval rendelkezik, mert olyan cégekkel és vállalkozásokkal van kapcsolatban, és olyan szakmákat képeznek, amelyekre szükség van. Csak egy egyszerű kiegészítés, például Indonéziából jött vendégmunkásokat ebben az iskolánkban úgymond tanítják be az itteni, a gémtekesek arra a munka folyamatra vagy technológiára, amit elvárnának. Egyébként a legkisebb iskolánkról beszélünk, tehát nem mindig meghatározó a méret. Én azt gondolom, hogy az innováció az, hogy valaki lát-e a jövőbe, vagy lát-e fantáziát bizonyos képzésekben, az mindig egy adott pillanat döntése, mint a vállalkozásban általában. De azt el kell mondjam, hogy a vállalkozások, ha hosszú időn keresztül és gazdaságosan akarnak működni, akkor kikerülhetetlen partner leszünk, ugyanis a szakember utánpótlást azt jelen pillanatban csak a szakképzési centrumok tudják biztosítani, és erre azért nagyon jó jelek már vannak. A korábbi években velünk jól és szorosan együttműködő vállalkozások már felismerték ezeket a lehetőségeket, és épp a napokban keresett Máté Szalkán egy olyan alakult cégvezetője, akinek azonnal is rögtön kellene munkaerő, tehát ezt azért mi nem tudjuk teljesíteni, ebben nem vagyunk otthonosak, de azt ígérjük, hogy az iskolarendszerű képzésben a 3 éves képzés után tudunk megfelelő szakembert képezni, illetve az iskolarendszeren kívüli, amely nagyon fontos, ezt is érdemes megemlíteni, hogy a Máté Szalkai Szakképzési Centrum az ország felnőtt képzésének közel 10%-át viszi egyedül, tehát nekünk közel 1600 felnőttünk van, akik délutáni időben heti 2-3 alkalommal, olykor rövidített képzési lehetősége, mert erre is van lehetőségünk, rövid idő alatt szakmát tud szerezni, különösen abban az esetben, ha ezt éveken keresztül csinálta, és erről hozza a munkáltató igazolását, akár fél év, 8 hónap alatt is rendes, mondjuk a régi terminológia szerint OK-i szakmát tudunk adni. Kancellár úr, sok sikert kívánok a fejlesztésekhez, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Nagyszabású fásítási akcióba kezdtek Újfehértón. A zöldítési programban az önkormányzat mellett civilek is részt vesznek. A helyszínen Helebrand Enikő járt. Az utolsó adag pihent földet is a helyére öntik a munkások Újfehértó belterületén. Érkezik a vödör víz is a frissen ültetett díszcseresznyéhez, majd megkapja a dekorkavics réteget. Ez a fa is az évtizedek óta tartó fásítási program része a városban. Újfehértó már több évtizedes hagyománya van annak, hogy időszakonként helyi civilek összefogásával az önkormányzat az utcáit fásítja, illetve közterületeit. Tavaly év folyamán jött egy beszélgetés helyi civilekkel, akik megkerestek azzal, hogy van itt egy faiskola, ami már több éve működik, és az itt lévő fákat próbáljuk már meg elültetni a város közterületein, iskolákban, óvodákban, például a temetőben is sokat szántunk rá, és ez a kérés az meg
meghallgatásra terelt, így hogy elkezdtünk tavaly ősszel a város közterületein fákat ültetni. Tavaly a temetőben, illetve a közterületeken összesen közel 400 fát ültettünk el, idén tavasszal pedig már 300 fánál járunk, és még nincs vége, hisz most tavasszal és ősszel is még szeretnénk ezt folytatni, illetve szeretnénk majd a kormányzat által meghirdetett fásítási programban is részt venni, amelyre egyelőre még csak 10 000 fő alatti települések pályázhattak, de van egy alapítvány, amelyen keresztül 10 000 fő feletti településeken is nyílik erre lehetőség. De vettünk egy gyors számítást, hogy közel 700 fát ültettünk el, Újfehértó lakosság száma közelíti a 14 000-et, ami azt jelenti, hogy 1000 emberenként 50 fát ültettünk, ami úgy gondolom az országban szerintem egyedülálló, és itt hál' Istennek ez az önkormányzat és a civilek szándéka és akarata találkozott, és ahogy itt látva az embereket, ennek a folyamatnak még nincs vége, igyekszünk minél több zöld felületet kialakítani, a lakosoktól is kérjük azt, hogy ne mindent térkövezzünk, hanem ha lehet, akkor inkább füvesítsünk, parkosítsunk, fákat ültessünk, hisz a tüdőnkről, tehát a jövő nemzedékéről szól ez, hisz mi valószínűleg már nem fogunk ezeknek a fáknak az árnyékában hűsölni, de gyermekeink, unokáink nagyon fontos, hogy élhető környezetben éljenek. Én Tőzsökeres Újfehértől vagyok, a dédnagyapám, üknagyapám sírját is még meg tudjuk mutatni. Van 9 unokám, és nem mindegy, hogy hány fog itt maradni Újfehértón. És 96-ban pedig volt a Müller-centenárium, és akkor fellapoztam Újfehértó történetét, és akkor rábukantam, hogy a millenniumra újfehértóiak elültettek 1000 fát. És akkor körülnéztünk, akkor Újfehértó nagyon fátlan volt. Úgymond a polgárisúságnak a látszata se látszott, és akkor úgy gondoltuk, hogy ez nem megy így tovább, és akkor civilbe elkezdtük, nagyon sok segítőnk volt. Mester Gyuri, Vámosi Tibit kiemelném, meg hát a szerencse is közrejátszott, mert egy komplett faiskolát tudtunk megvenni, amit elhagytak, és viszonylag kedvező áron, és abból akkor 4000 fát hoztunk át Újfehértóra, kaptuk a intézmények, vállalkozások, és akkor azt hiszem 2 év maradt ki a 26 évből, ami valamilyen egyéb okból, nem elemezem ennek a szokát, kimaradt, és most polgármester úr szerint Újfehértóban fásítottabb, mint a környék, de elképzelhető. És most egy nagy új lendületet kapott ősszel, meg most tavasszal, de ezt már úgy nagyjából előkészítettük. 4 év ezelőtt hoztam egy pár ezer facsemetét, leiskoláztuk, és annak a vége fog most kiültetésre kerülni. Jelenleg is 8 féle fából közel 500 darab nevelkedik. Ezek későbbi elültetéséhez azonban összehangolt munkára lesz szükség. A fő cél, hogy tovább ültetni. Következő hullámba cserésíteni fogunk, és azt is civil erőforrásból. Nyilván az önkormányzat nélkül nem megy, mert nem tudjuk, hol a vezeték, meg ugye nincsenek közmunkásaink, meg ma már nem lehet úgy megmozgatni a civileket, mint annó, ezelőtt 30 évvel, és az én tapasztalatom az, hogy a szándék fontosabb, mint az anyagiak. Ha valamit elszánunk, ahhoz lehet találni megoldást is. Legfeljebb nem lesz olyan kuriózum az a megoldás, de valamilyen megoldást lehet találni. Az Újfehértói úthálózat, belterületi úthálózat 80 km hosszú, tehát van mire nézni, tehát még vannak olyan lehetőségek, csak ugye a közművek miatt ez viszonylag korlátozott, illetve sajnos vannak olyan lakosok, akik nem veszik jó néven, hogyha a fát ültetünk elejük, és sokan a falevelet is ellenségnek gondolják ősszel. Ezzel kapcsolatban már egyeztettünk a hulladékgazdálkodási társulással is, hogy ősszel majd zöld hulladékgyűjtést is szervezünk a városban, hogy ne legyen az, hogy mi elültetjük a fákat, és szegény lakosoknak kell a falevélre bíbelődni, úgyhogy ebben is partnerek leszünk a lakosság irányába, illetve vannak még olyan kisebb parkjaink, most épül, ugye vannak beruházásaink is a városban, nagyon sok beruházás zajlik, és még lesz is a közeljövőben, amelyeknél szintén szempont volt az, hogy a fákat ültessünk, illetve a meglévő fáinkat őrizzük meg. A sportcentrum parkolójában is megőrizték a régi fenyőt, jelenleg még csak ez ad árnyékot. Az önkormányzat saját forrásból közel 20 kőris és hársfát ültetett ide ősszel. 10 év múlva már ezek is félárnyékot biztosítanak majd a parkoló autóknak. Ezen az utcán hamarosan kerékpársávot alakítanak ki, a kivitelező cég által felajánlott 23 gömbkőr is pedig már el is ültették. Máshol is figyelnek a bringások hűsítésére. Ők még a tűző napon tekernek a Debreceni úton, de látható, hogy a kerékpárút mindkét oldalára rengeteg fát ültettek. Itt 20 tatárjuhar, 20 gyertyán és 20 cseresznye biztosítja majd a jövő generációjának az árnyékot és a tiszta levegőt.
Ezeknek kell egyfajta anyagi forrás is, ezt honnan tudja megteremteni az önkormányzat? Ugye az a, mi most ültetünk fákat, ezek egy korábbi akciónak a keretében, amit Miskabáik ajánlottak fel még pár évvel ezelőtt, ezeket ültetjük, illetve az új fáknál fordítani kell. Itt az előbb elhangzott az, hogy emellett azért elég sok beruházás fut jelenleg is a városban. Mik azok, amik éppen nagyon látványosak, vagy aminek hamarosan eredménye lesz? Hát a piacépítés mondanám első körön, ami ugye tavaly ősszel kezdődött el, és most már egész előadott állapotban van, terveik szerint a nyár folyamán átadásra kerül. Futballpályán a lelátóépítése már lassan befejeződik, ott is egy elég komoly előrehaladás van. Kerékpárút projektünk most a téli leállás miatt szünetel, de azt is tavasszal folytatni fogjuk, ennek keretében is lesz fásítás még, illetve igyekeztünk arra figyelni, hogy a kerékpárút építésénél fák ne essenek áldozatul, tehát minimálisra csökkentettük azokat a helyszíneket, ahol fát kellett kivágni, sőt van egy olyan projektünk, ami a város egyik főutcája melletti kerékpárút megújítását tartalmazza, itt pedig csak két fa fog kivágásra kerül, amelyek ténylegesen már nagyon öregek, és tényleg megérettek arra, hogy de milyen, minden ilyen dologban egyeztetünk Miskabáikkal, hogy ők mondjanak ki egy kvázi szakvéleményt, hogy melyik az a fa, ami már kivágásra érdemes. Zajlik az almacentrum építése, útfejlesztések zajlanak a városban, tehát újféltől dübörög és épül szépül. 2 milliárdos állami forrásból újítják fel a nyírbátori Báthory István Múzeumot. Nem csak az épületet korszerűsítik, hanem növelik a vendégélményt is. Vendégem a múzeum igazgatója, Báthory Gábor. Jó estét kívánok, igazgató úr. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Csak nem 2 milliárd, 1,8 milliárd forintos állami forrás ez. Pontosan mire fogják ezt fordítani? Mi az, amiben változás lesz majd a múzeumban? Elsősorban az épület az, amivel valamit kezdeni kellett, hisz a településnek ez a negyedik legrégebbi épülete, 1700-as évek közepén épült, egykori kolostor épület, és megérett az idő arra alapos felújításra kerüljön sor, hisz a 21. század elejére már nem igazándiból felelnek meg azok a komfortfokozatok, amelyek biztosítják múzeum működését, nagyobbak az elvárások, és természetesen, mint munkahely is, látogató központ is igényli azokat a felújításokat, amelyeket most el tudunk kezdeni. Akadálymentesítés van a programban benne, biztonságosabbá, takarékosabbá teszik. Mire kell számítani? Mindenre. Elsősorban a műemlék, miután műemlék épületről van szó, nagyon komolyan beszállt a tervezés adott pillanatában, és az alapvető gondolat, hogy a kolostornak a jellegét, hangulatát mindenféleképpen vissza kell állítani. Ez meglátszik az építészeti terveken, azokon az anyagokon, azokon a színeken, amelyek ott megfogalmazást nyertek, illetve szeretnénk a templommal, ami 15. század végén épült, mai római katolikus templom, miután egybeépült ez a kolostor, azt a tömböt visszahozni, ami ebben a kultúrnegyedben, fogalmazhatok itt Nyírbátorban, a város történeti sétány mentén a múzeum felújításával végleg kialakul. Az épület természetesen az elvárásoknak megfelelően meg kell, hogy feleljen az akadálymentesítésnek. Ez egy óriási dolog, hisz műemléképületekben kényesed a terület, de itt egy belső lift megoldása született, amely mindenféleképpen szolgálja ezt a fajta komfortfokozatot, és természetesen bővülnek a kiállítótér nagyságok, közel 1000 négyzetméter áll majd rendelkezésre, ami szintén a tartalmi lehetőségeknek a folyamát fogja majd elindítani. Aztán természetesen a fűtés, korszerűsítés is bekerült a programba. Egy olyan épületről van szó, ahol a 70-es évek elején villanykályhák beépítésére kerül sor. Ezek már nem igazándiból takarékosak és elegendőek arra, hogy azt a fajta klímát biztosítsák, ami szükséges, és természetesen a műtárgyaknak azt a fajta elvárását is teljesítjük a fűtés korszerűsítés során, ami megengedhetetlen egy múzeum életében. A kiállítóterek bővülésével természetesen új témák és hangsúlyok is be fognak kerülni a múzeumba, amelyek eddig kevésbé vagy szétszórtan jelentek meg. Egyértelműen mi itt a Báthory kultuszt szeretnénk erősíteni. A
forgatókönyvek előkészítése során ez kiemelt hangsúlyt kapott. Természetesen mindazok a kincsek, azok az értékek, amelyek eddig is megvoltak, azok most kifognak más installációban, más vitrinekben kerülni. Azt is ugye tervezzük, természetesen az egyensúlyt szinten tartva, hogy a digitalizáció, a tudás átadás az a mai elvárásoknak megfelelő szinten működjön. Aztán szeretnénk egy nagyon komoly múzeum pedagógiai teret is a tetőtérben tervek szerint kialakítani, ami megint egy látogatóbarát, vagy éppenséggel a látogató bővülésre építkezést fogja majd jelenteni. Az, hogy az intézmény a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozik, annak egy intézménye, az ebben a tekintetben előny, vagy bizonyos tekintetben hátrány, hiszen mindig fog, nem egy önálló intézményről van szó? Én úgy érzem, hogy elsősorban előny, hisz ott van hátunk mögött egy olyan központi múzeum, ami a Magyar Nemzeti Múzeum, azzal az erővel, erőforrással és műtárgy tartalommal, amit a filiák felé ki tud közvetíteni. Mi eddig nem tudtunk ilyen értelemben megfelelni a biztonsági elvárásoknak, hisz komoly előírások vannak, hogy milyen tárgyakat, milyen feltételek között lehet kiállítani. Most megnyílik a lehetőség, hogy nyírmátorba is jöjjenek komoly anyagok a központi múzeumból. Természetesen a szakmaiság vonatkozásában is egy óriási előny, meg hangsúlyozni szeretném azt az új koncepciót, amely a Nemzeti Múzeumban most az igazgató, főigazgató váltással bekövetkezett. El Simon László főigazgató meg is fogalmazott, hogy a filiákra, mint külső rezidencia központokra szeretné építeni az országban a Nemzeti Múzeumnak az erejét. Ez a felújítás körülbelül mindig fog tartani, és addig látogatható-e a múzeum, vagy be kell zárni? Hát természetesen egy ilyen volumenű felújításnál be kell zárni, ki kell csontra üríteni az épületet. Ez folyamatában elkezdődik, vagy erősödik, és ez azt jelenti, hogy egy olyan 20-22 hónapos időtartalma, tehát jó két évet kell lesz majd várni ahhoz, hogy egy teljesen megújult, új identitással rendelkező múzeum fogadja majd a nagyobb számú látogatókat. A Nyíregyházi József András Múzeum is hasonló helyzetben van most, ugye? Ott is nagy gondot okozott, hogy hova tudják addig biztonságosan elraktározni a tárgyakat, amíg a felújítás tart. Önöknél ez könnyű, vagy nehéz volt megszervezni? Hát végül is megvannak a lehetőségeink, a helyi lehetőségeink, ezeket megvizsgálták a szakemberek, jónak találták, és ott meg tudjuk. Tehát nem kell több kilométerre mozgatni ezeket a tárgyakat, hanem tényleg a rendelkezésre álló épületek azok megfelelnek az elvárásoknak. Műemléki épületek felújításánál állandó gondolkodás van azon, hogy melyik az a korszak, aminek meg kell, hogy feleljen egy épület. Ön említette, hogy itt az eredeti funkciót fogják erősíteni. Akkor, ha majd elkészül, akkor mire számíthat a látogató? Tehát úgy fogja magát érezni, mint hogy egy kolostorba lépett volna be a 18. században? Igen, szóval Nyírbátor ilyen vonatkozásban egy gazdag történelmi város, hisz itt a gótikának, reneszánsznak megvan az építészeti öröksége, a múzeum pedig egy barokk épület. Tehát a 1800-as évekre kiforrott stílusirányzat, az mindenféleképpen érezhető a múzeumunkban. Na, ezt fogja kapni hangulatilag és élményszerűen vissza a látogató. Természetesen mindazokkal a mai technikai megoldásokkal fűszerezve, amelyek az élményt még fokozni fogják, és ehhez fognak jönni természetesen azok a látnivalók, új tematikában feldolgozva, amelyekkel én azt gondolom, hogy meg tudjuk tartani itt a megyében azt a pozíciót, amit a József András Múzeum után a többieket nem lebecsülve, hanem tényleg tisztelettel szólok az ő jelenlétükkel is, eddig is betöltött a Magyar Nemzeti Múzeum, Bátor István Múzeuma. Az állandó kiállítások mellett már félig említette azt, hogy lesznek esetlegesen új műtárgyak. Terveznek olyan időszaki kiállításokat is, amelyek csak egy ideig láthatóak, de oda vonzzák a látogatókat? Ez elvárás. Ez megfogalmazott elvárás a Nemzeti Múzeumnak, hogy kihelyezve
az ország lakosságát, vagy akár a határon túli közönséget is megszólítva ezek a filiák meg tudják jeleníteni nem csak a kortárs, hanem a régi tárgyaknak a bemutatását is, és egyfajta kihelyezett ismeretszerző tudás központok is legyenek ezek a filiák. Még a szakmai munkáról annyit, hogy hogyan lehet fejleszteni, van-e megfelelő utánpótlás szakemberekben, akik tudnak segíteni a múzeum munkájában? Hát a vidéknek minden gondja ilyenkor, hogy elő szokott jönni a humán erőforrás tekintetében, nem csak a múzeumok, hanem más munkahelyek esetében is. Én azt gondolom, hogy azok a betervezett státuszok, amelyek ezt a területi múzeumot erősíteni fogják, egyetemekkel való kapcsolatépítés során kedvező lesz, és azok a fiatalok, azok a szakemberek, fiatal szakemberek, akik egyetemeken végeznek, egy ilyen kisvárosban megtalálják majd az egyéni számításokat, meg természetesen azt a szakmai kihívást is, amit egy ilyen múzeum munkája jelenthet. Említette, hogy körülbelül 2 évig fog tartani a felújítás. Van esetleg már egy időpont, hogy mikor lesz a újranyitás, vagy ez még majd kiderül, ugye nem lehet tudni a mai építőipari viszonyok között, hogy mikor lehet egy épület. Ez így van. Hát természetesen ugye lehet számolgatni, meg számolgatunk is, de 2024 első negyedévét meg lehet célozni, hogy megtörténik a csoda, és elkezd működni a múzeumunk már teljes pompájában. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!